Ütköző este. Az iszlám állam egyik úgynevezett biztonságos házában fogták el a szilveszteri isztambuli merénylet elkövetőjét, aki azóta már be is ismertetett és részletesen be is számolt az elkövetés körülményeiről. A Hürriyet török napilap szerint kihallgatásán elmondta például, hogy eredeti célpontja a Taksim téren ünneplő tömeg volt, de mikor látta, hogy az ott lévő tömeget mennyi rendőr őrzi, inkább új célpontot választott, és ez volt a Reina klub, ahol végül lecsapott. Ennél is érdekesebb viszont az, hogy ezeket a részleteket folyamatosan egyeztette az iszlám állam rakkai központjával, ahol tehát végig tudtak arról, hogy mire készül a merénylő. Közben a fronton, a harc téren folyamatosan visszaszorulóban van az iszlám állam. Ma délután jelentette be például az iraki terrorellenes erők vezetője, hogy már Kelet-Moszult is teljesen az ellenőrzésük alá vonták a kormányerők. Hogyan oldható fel az a kettősség, amely az iszlám államot, az iszlám állammal kapcsolatos hadviselést jellemzi? Ennek járunk utána a következő fél órában. A szerkesztő Kakukkel Tamás nevében is köszönöm. Köszöntöm Önöket, Törőcsik Zsolt vagyok, és itt van velünk a stúdióban Gyarmati István és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértők. Jó estét kívánok az uraknak! Jó estét kívánok! Kezdjük azzal, kezdjük a módszerekkel, mert azért egy kicsit többet megtudtunk az iszlám állam módszereiről abból, amit a merénylő elmondott, hogy folyamatosan egyeztetett a rakkai központtal. Jelenti ez azt, hogy ennyire kézi vezérléssel irányít bizonyos merényleteket az iszlám állam? Gyarmati István. És én azt gondolom, hogy vannak olyan merényletek, amiket igen, és vannak olyanok, amiket nem. Pontosan vannak olyan merénylők, akikről azt gondolják, hogy kézi vezérléssel kell irányítani, és van olyan, akit szabadon engednek a saját belátása szerint. Ugye ezeknek a terrorszervezeteknek pont az az egyik erőssége, hogy nem lehet kiszámítani, hogy mikor, miért csinálják, és ebbe ez is beletartozik. Ugye persze ez a folyamatos irányítás, ugye ez egy nagyon rövid időszakra terjed ki, mert ha hosszabb ideig mondjuk előtte is ezt csinálták volna, akkor lebukott volna már, mielőtt csinál valamit. Tehát ha azt látják, hogy azt találjuk, hogy a kapcsolat a központ és a potenciális merénylő között nagyon gyakori, akkor egész biztos, hogy perceken belül merényletre kell számítani. Azt mondta, hogy is, tehát a kézi vezérlés az bizonyos esetekben működik, bizonyos esetekben nem. Nógrádi György szerint ez mitől függ? A távolságtól? Mert ugye ez viszonylag közel volt, ez Törökországban volt, Európában ettől erről nem hallottam. A szituáció határozza meg. Tehát számomra, amit ön a bevezetőben mondott, én fölírtam néhány szót, az egyik. Egy picit más a helyzet Irakba és Szíriába. Tehát az egyik esetben a koalíciót az USA, a másik esetben Oroszország vezeti. Számomra nagy kérdés, hogy mi lesz péntek után, amikor a 45. amerikai elnököt beiktatják. Ha Trump ki tud jönni az oroszokkal, akkor az iszlám államnak nincs jövője. Egyébként egy darabig el tudja húzni. A következőt, amit fölírtam, hogyha az illető Isztambulból Rakkával tudott konzultálni, akkor rendkívül komoly baj van a török elhárítással. Zárójelbe jegyzem meg, hogy nincs idő belemenni, a török gazdasággal is komoly problémák vannak, és Törökország sorra veszti el nyugati szövetségeseit. Én tudom, hogy ez nem a reklám helye, de nemrég megjelent magyarul a török miniszterelnök könyve, Davutoglu stratégiai mélység, a világ egyik legjobb könyve. Tehát akit érdekel ez a térség, olvass el, őt úgy hívják, hogy a török Kissinger, zseniális a könyve, nem egyszerű végigolvasni. A másik az, hogy Törökországnak van három térségi és három európai célja. A térségi cél a kurd állam létrejöttét megakadályozni, Szíriában szunita török barát kormányt létrehozni, itt ütköznek az oroszokkal, és a harmadik fölvenni a harcot az iszlám állam ellen Kinkeservel. Ez az iszlám állam elleni harc része a mostani merénylet és az erre adott különböző válaszok. És van egy óriási kérdés. Mi lesz abban a percben, amikor az iszlám államot felszámolják, és új helyzet lesz a világban? Na, visszatérünk még majd az iszlám állam elleni harcra, de most maradjunk egyelőre a módszereknél, és amire Nógrádi György is utalt, hogy nagy problémák vannak a török elhárítással, hogyha tudott kommunikálni Rakkával ez az elkövető. Hogy néz ki ez a kommunikáció? És mondjuk működik-e, működhet-e, ugye jóval kevesebbet tudunk az európai merényletek elkövetőiről, mert vagy öngyilkosok lettek, vagy lelőtték őket a legtöbb esetben. Tehát ott is működhet-e egy ilyesfajta kommunikáció, vagy ez a titkosszolgálatokon múlik, hogy lebuktatják-e őket, Gyarmati István? A török titkosszolgálata valószínűleg nagy baj van, mint Törökországban egyébként szinte mindennel.
sajnos, de ugye ez a kommunikáció, ahogy én értelmezem ezt a vallomást, ugye ez csak az utolsó néhány percben működött folyamatosan. Ugye ezt is észre kellett volna venni a török titkosszolgálatnak, de mondjuk nem arról van szó, hogy itt napokon, heteken keresztül kommunikáltak egymással. Én azt gondolom, hogy ez a jó ember, ez úgy tartották számon Rakkában azok, akik vezették őt, hogy őt bizony, amikor elköveti a merényletet, amikor harcba küldik, akkor rövid pórázon kell tartani, mert nem megbízható abból a szempontból, hogy most ezt jól fogja csinálni, vagy nem jól fogja csinálni. Ugye ez egy szinte hallatlan dolog egyébként, hogy egy merénylő azt mondja, hogy én most nem akarok a taxintéren lövöldözni, mert sok a rendőr. Tehát ez azt mutatja, hogy valóban egy nem teljesen mondom, megbízható a terroristák számára megbízható emberről volt szó. Ezzel együtt a titkosszolgálatnak ugye ezt az embert, aki már régen Törökországban van neki meglehetősen hosszú előélete, ugye ha csak arra gondolunk, hogy az Al-Qaida Afganisztánban képeztek ki őt először, hát akkor az elég régen lehetett, és elég régen mozoghat ebben a közegben. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt azért oda kellett volna jobban figyelni az ilyen emberekre. De hát ez is felveti azt a problémát, amiről már rengetegszer beszéltünk, hogy a jogállamiságnak az értelmezése megengedi-e azt, hogy megelőző jelleggel járjanak el potenciális terroristákkal szemben. Ugye és jelenleg Európában azt gondolom, hogy még el vagyunk maradva abban a szempontból, hogy itt valami mást csináljunk, mint eddig. És hát ugye a másik véglet, amiről lehet, hogy nem is annyira véglet, a Guantánamo, ahol az amerikaiak megpróbálták megelőzni azt, hogy az ott fogvatartott emberek merényleteket kövessenek el, anélkül, hogy bírósági ítélet születne. Ugye ez egy nagyon veszélyes csapda, hogy melyik végletbe esünk bele. Mind a két véglet rossz, mind a két véglet a terrorizmus elleni harc szempontjából és a jogállamiság szempontjából is rossz, de hát nagyon nehéz ezt a középutat megtalálni. Na, mindjárt visszatérünk még majd az európai bűnüldözésre is egyébként, csak maradjunk még a merénylő személyénél egy pillanatig, és említette azt, hogy valószínűleg az iszlám állam sem tartotta megbízhatónak. Zsarolhatták akkor valamivel, vagy miért bízták rá mégis azt, hogy kövesse el ezt a tettet? Mert két érdekes dolog van még. Egyrészt azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy öngyilkosok szoktak lenni egyből a merénylet után, hogy áldozati szerepben tetszelegjenek. A másik, ami például Abdeslamnál is látszik, hogy a hatóságokkal, ha el is kapták, nem áll szóba egyáltalán. Lehet, hogy ezt Európában van olyan balfácán hatóság, amikkel meg lehet csinálni, a törökkel nem. Tehát, ha én megnézem, hogy ezt a fiút hogy vitték ki a lakásából, hogy az arcán, az órán folyt a vér, hogy ott már összeverték, nem akarok csúnyább szót mondani, akkor azt jelenti, hogy mindent előkészítettek ahhoz, hogy erővel minden információt kiszedjenek belőle. Jelezni szeretném, hogy a törökök máshogy dolgoznak, mint az európaiak. A törökök a fiú rokonait letartóztatták, a barátait letartóztatták, akikkel együtt lakott, mindenkit elvittek, és senkit nem érdekeltek a polgári szabadságjogok, és Törökország egyértelműen azt a választotta, hogyha választania kell a biztonság és a szabadságjogok között, akkor nem tudja, hogy mi az, hogy szabadságjog, ő a biztonságot választja. Lehetne egy hosszú előadást tartani, hogy 9-11 után az USA biztonságot, Európa szabadságjogokat választotta, és az elmúlt években Európa is elkezdett váltani. Tehát a törökök ki fogják verni belőle mindazt, amit ez a fiú tud. Na most, hogy megbízott-e benne korábban az Al-Qaida, most az iszlám állam, erre különböző garanciáink természetesen nincsenek. Ő ezt a merényletet fölvállalta, föl nem merült benne, hogy a merénylet után, ahol kísért át, öngyilkos legyen. A helyszínen a rendőröket agyonlőtte, az ott lévő emberekből 39-et, ha jól emlékszem, megölt, 69-et megsebesített, tehát elképesztő kárt okozott, és Törökországnak ez megint azt jelenti, hogy a turisták száma lecsökken, hogy Törökországba rengeteg ember nem fog elmenni, aki korábban oda ment volna, mert az ország olcsó és csodálatos. Tehát egy ilyen merénylet évek munkáját tönkreteszi. De csak hadd jegyezzem meg, igen, hogy az nagy hiba lenne, hogyha itt Európában ezeket a török módszereket vennénk. Hát ugye ezek a török módszerek igazából egy
európai országban alkalmazhatnak, Oroszországban, és hát ezek se vezetnek, ugye látjuk, hogy ezek a módszerek Törökországban hát bizony nem előzik meg a merényleteket. Erre egy mondat, teljesen igaza van Gyarmati úrnak, de az USA is hasonló kihallgatásokat csinál, hogy ez mi lesz Trumpnál, azt majd meglátjuk. Nagyon nehezek ezek a kérdések, hogy hol a határ, hol van a szabadságjog. Pontosan erről beszéltünk, ezt nagyon nehéz konkrétan meghatározni. De akkor tegyünk is ezzel kapcsolatban egy kitérőt, mert rendben van, hogy a szabadságjogok is fontosak, és nyilván a török és az amerikai példa, vagy az orosz példa az egyik véglet, de az sem működik talán, és ezt most önöktől kérdezem, hogy ez így rendben van-e, hogy 10 óra után nem lehet házkutatást tartani, hogy a német rendőröknek arra kell, azzal kell foglalkozniuk, hogy a sajtóban milyen hírek jelennek meg róluk, hogy vajon rasszisták-e vagy nem, azért, mert kiket ellenőriznek. Tehát azért valószínűleg ez sincs teljesen rendben, tehát itt meg kellene találni, és mikor találja meg Európa a biztonság és a szabadságjogok közötti egyensúlyt? Soha. Európa számára a biztonság folyamatosan fontosabb lesz, mint a szabadságjogok. Ő mondta, hogy este 10 után nem lehet házkutatást tartani. Ez Belgiumra volt igaz, ma már lehet. Mi volt a belga alaphelyzet? Lakhatsz nálam, lehetsz terrorista, kereskedhetsz fegyverrel, kábszerrel, de ne legyen merénylet Belgiumba. Ez Brüsszel után alapvetően megváltozott. Németország. Azt, hogy a német rendőrségről melyik lap mit ír, ez helyileg nagyon fontos. De a német rendőrség ma már két hetente kiáll és közli Európába egyedüliként, hogy hány terrorista van az országban, ezek közül mennyi van Irakba, Szíriába, mennyi jött haza, és mennyi halt meg. És Németországban a lakosság ezt tudomásul veszi. És még egy, Németországban idén országos választás lesz, zárójel, előtte 3 tartományi választás lesz, előtte államfőválasztás lesz, és a terrorizmus és a migráció kérdése elképesztő teret fog nyerni. Tavaly 5 tartományi választás volt Németországban, Merkel és pártja a CDU az 5-ből 5-öt elvesztett. És ezek a tények, ezek a trendek, amiket Nógrádi György említett, elegendőek ahhoz, hogy a titkosszolgálatok hozzáállása is megváltozzon, vagy a hatóságok hozzáállása is olyan szinten megváltozzon, hogy mondjuk egy terrortámadásnál a megelőzés legyen valóban a fontos, amit itt Gyarmati István az előbb említett, hogy erre kellene a hangsúlyt helyezni. Erre fekteti a hangsúlyt, csak hát ugye nagyon könnyen beszélünk arról, hogy ezt hogy kéne csinálni, ennek megtalálni a valódi módszereit, azt, ami még elviselhető a jogállamiság és egy demokratikus berendezkedési ország számára, de már elég hatékony. Én azt gondolom, ez soha nem lehet ezt az egyensúlyt igazából egyszer és mindenkorra megtalálni. Itt mindig egy kicsit valamerre el fog billenni a mérleg. Ugye vannak országok, amelyek mondjuk Izrael, ugye, amelyik elfogadja azt, hogy hát bizony a biztonság az fölülírja sokszor a szabadságjogokat. Én azt gondolom, hogy erre nagyon kell vigyázni, hogy ezt mennyire tesszük meg. Tehát például annyira, mint amennyiben a hazafias törvény az Egyesült Államokban ezt megtette, azt gondolom, hogy ez vidáman elfogadható, de kevésbé köztudott, hogy a britek és a franciák is hasonló, sőt a francia hazafias törvény szigorúbb, mint az amerikai. Tehát be lehet vezetni ilyeneket, tehát azért azt nem lehet mondani, hogy Amerikában itt most nyakra főre letartóztatnak embereket. Az, hogy 10 óra után nem lehet házkutatást adni, az egy baromság, már bocsánatot kérek. Mindenki, aki krimiket néz, tudja, hogy házkutatást rendszerint éjjel szoktak tartani, vagy kora hajnalban, ugye, mert akkor a legkisebb a várható ellenállás. Tehát ezekkel a butaságokkal, ez nem tudom, ez lehet, hogy a rendőrszakszervezet kényszerítette ki, hogy ne legyenek túlórák, de hát nyilván ezeket a buta kinövéseket, ugye a legegyszerűbb lenyesegetni, ennél sokkal komolyabb, nehezebb problémák vannak. Ugye például ugye az a probléma, amivel nem tudunk mit kezdeni, ezt a Guantanamo problémának hívom, hogy amikor tudjuk valakiről, hogy terrorista, tudjuk valakiről, hogy készül valamire, de erre nem tudunk bíróság előtt felhasználható bizonyítékokat beszerezni. Mi a fenét csináljunk ezekkel az emberekkel? Hagyjuk őket ott, amíg igazából közel nem kerülnek a merélethez, vagy tartóztassuk le őket anélkül, hogy a bíróság előtt ez megállna helyét. Mit lehet csinálni? Ez egy óriási nagy probléma. Na igen, és akkor itt egy, nem az önök szakterülete, de azért egy pici kitérőt mégiscsak tennünk kell, mert akkor ennek ehhez a jogszabályoknak is igazodniuk kellene, hogy mondjuk az előkészület is bűncselekménynek számítson, akkor is le lehessen őket tartóztatni. Tehát, hogy a jogszabályoknak is egy picit igazodni kellene hozzá. Az előkészület bűncselekmény, csak hogyan bizonyítjuk.
Uh-huh. Igen. Ez egy szörnyű nehéz dilemma. Én 3 szót írtam fel ahhoz, amit most ön mondott. 1. Franciaország. Lehet, hogy csodálatos törvényeket hoztak, de épp az államfő bukásának vagyunk a tanúi. Indulni sem képes a következő fordulóba, következő választásokon, mert nincs esélye. Franciaországban 3 erő fog küzdeni egymással, meglátjuk, hogy ki lesz a győztes. Hogy a 3-ból ki fog bekerülni a második fordulóba, ott már lehet majd mondani pontosan, hogy ki lesz a győztes. A másik, hogy Németországban 1000 nyilvántartott terrorista van. Ezeket követni lehetetlen. Olyan mennyiségű emberre és pénzre lenne szükség, amit nem tud megcsinálni. 3. Mondta a bíróságot. Hát Németországban például a kamerák fölvételeit nem lehet felhasználni, ami a vicc kategória. A CDU-CSU több kamerát akar, az SPD nem akar. Meglátjuk, hogy mi lesz a választásokon és milyen kormány jön létre. Én minden nap a német tévét nézem. Nekem rendkívül érdekes, hogy a német ellenzéki pártok bármit mond a kormány, ellent mondanak. Így nehéz. Ez ilyen nem fordul máshol. Na de hát soha pont ezek a vadhajtások, amelyeket mondott, hogy nem lehet felhasználni a biztonsági kamerák képét. Akkor, hogy Németországban nem csak, hogy az, most beszélünk az Európai Uniós tagországok közötti együttműködésről a titkosszolgálatok között, de hát a tartományok nem hangolják össze a titkosszolgálati információikat. Tehát ezeket a vadhajtásokat mondta az előbb Gyarmati István, hogy könnyű lenyesegetni. Biztos, hogy ez olyan könnyű? Hát könnyű lenne, csak kell hozzá ugye politikai szándék kell hozzá, és hát sajnos Németországban még csak nem is arról van szó, hogy az ellenzék, hanem a kormányon belüli ellentétek miatt nem sikerül. Ugye van a CSU, amelyik egy viszonylag radikális álláspontot képvisel, van a CDU, amelyik én azt gondolom, hogy többé-kevésbé egy az arany középutat, és egyre inkább arany, és hát van az SPD, amelyik hát ilyen nem tudom milyen, ilyen hagyományos által a baloldalinak vélt elkötelezettségből, bár nem az egyébként, nem baloldali, csak annak vélt elkötelezettségből nem engedi, vagy hát ennek a legszebb vadhajtása, amikor a hamburgi belügyminiszter nem engedte, hogy a merénylőnek a képét nyilvánosságra hozzák, mert hogy a személyiségi jogok, tehát komolyan ezt egy detektív regényt olvas az ember, akkor azt mondja, hogy hülye az író. Itt a politikusról ugyanezt nem mondjuk el, mert Németország Európában a legfontosabb szövetségesünk, de 3 mondatot mondtál, válaszolnék. 1. A német tartományokban az informatikai rendszer nem volt összekötve, tehát megtehette egy migráns, hogy bejött, és 5 tartományban 5 néven regisztráltatta magát, 5-ször fölvette a pénzt, stb. Én jelezni szeretném, hogy a Merkel bejelentett, hogy idén 500 000 gazdasági menekültet kiutasít. Lehetetlen, alá fognak merülni. Tehát ez egy jó szlogen egy választási harcba, de nem fogják végrehajtani. A második megjegyzés itt elhangzott Merkel. Merkel véleményem szerint 2 évvel ezelőttig egy zseniális kancellár volt. Csodálatos volt a gazdaságpolitikája. A migráns kérdésben 2 alapvető stratégiai hibát követett el, és Trumpnak igaza van. Az egyik, hogy azt mondta, hogy nincs felső határ, a másik a Willkommens kultúra, hogy Isten hozott. Ezzel nem lehet politizálni. 3. az SPD. Hát az SPD történelmi mélyponton van 20%-kal, mire azt mondta a parlamenti frakció vezető az Opperman, hogy fölmegyünk 30%+ ra. Oké, mitől? Pont. És akkor most nagyon elkanyarodtunk az európai helyzet felé, úgyhogy térjünk vissza a kiinduló témánkhoz. Volt még itt egy érdekes dolog, amire Gyarmati István már utalt, hogy Afganisztánban kapott kiképzést ez a terrorista, és méghozzá annak idején még az Al-Qaidától. Sokan vannak olyanok az iszlám államban, akik még annak idején az Al-Qaidában edződtek, és ezt a, hát most mondjuk pályafutásnak, nevezzük pályafutásnak, ezt folytatják az iszlám állam keretei hát között? Hát az iszlám állam onnan származik, ugye ez az Al-Qaidának egy mellékága, amelyik az Al-Qaida alá volt rendelve, csak aztán leszakadt róla és önállósította magát, tehát persze, hogy rengetegen vannak. Az Al-Qaidáról manapság nem is hallunk, ugye időnként Osama Bin Ladennek, vagy mondtam, öccse vagy kicsoda hirdette meg, hogy na most akkor már mi is jövünk, semmi nem történik. Ugye amíg iszlám állam van, addig a más hasonló terror szervezeteknek nem nagyon van hely, csak időnként úgy csinálhatnak valamit. De hát az, amit azt hiszem a Nográd úgyhogy mondta most éppen, hogy mi lesz akkor, ha az iszlám állam egyszer megszűnik, ugye akkor aztán megint szabad a terep tulajdonképpen. Tehát még az is elképzelhető, hogy rosszabb lesz a helyzet, mint most ebből a szempontból. De ettől persze az iszlám államot meg kell szünteni, ami egyébként nem egy óriási nagy bonyolult feladat, mert az egy abnormális dolog, hogy egy terrorszervezet területet ellenőriz. Tehát ez nem egy normális jelenség.
ellenség. Azt gondolom, hogy a terroristáknak ez nem céljuk, ez gyengíti a terroristákat, hogyha egy államszerű szervezetet kell működtetniük, ugye, mert csomó pénzt, meg forrást, meg embert arra kell fordítani, mert egyébként merényleteket követhetnének el, hogyha a szabad ilyet mondom. Tehát ez nem egy nagy veszteség lesz nekik, bár nyilvánvalóan ünnepelni fogjuk. Méltán egyébként, mert hát ez egy történelmi, nem tudom, a kalifátusok óta ilyen nem volt, hogy, és hát az a persze egy picit korábban volt, de egyszerűen számomra nehezen érthető, hogy hogyan jutott idáig a dolog, hogy egyáltalán ez létrejöhetett. Hát igen, de akkor miért akarja mégis ezeket a területeket ellenőrizni az iszlám állam, vagy kikből áll a vezérkara az iszlám államnak egyáltalán? Milyen stratégia mentén haladnak? Az iszlám állam meghirdetett egy stratégiát, amiről én Budapestről el tudom mondani baromság, de ez onnan nem így néz ki. Az egyik az, hogy a világon meglévő terrorszervezeteket magam alá kell gyűrni. Ezt részint megtették. A másik az, hogy ne legyen a világon olyan ország, ahol nincsenek olyan emberek, akik a parancsomra lépnek. Mondom magyarul, robbantanak. 3. Iszlám kalifátust kell létrehozni a muzulmán világban, nem a arab világban, a muzulmánban, Marokkótól Indonéziáig. Én megjegyzésem. Az iszlám államot beláthat időn belül a nyugat szét fogja verni helyi segítséggel. Oké. Az ott lévő harcosok fele meg fog halni. Oké. De a másik fele szét megy a világba. A döntő részük puha célpontok felé fog menni, de egy része átjön Európába, és rövid és középtávon növekszik a terrorveszély. Még egy. Azért egyszer tisztázok. A terrorizmus szétverni ma lehetetlen. Visszaszorítani lehet, szétverni nem. A terrorizmus kiváltó okairól sem beszélünk. Tehát amikor azt írja a sajtó, azt hiszem tegnap, hogy a világ 8 leggazdagabb emberének a vagyona, 8 leggazdagabbnak több, mint a világ felének, ez objektíve terrorizmus szült. Lehet, hogy amit mondok, nagyon csúnya. Olyan ellentétek vannak ebbe a mai világba, a globalizált világba. Az, hogy a Trump győzött, az azt jelenti, hogy a világ lakóinak a jelentős része nem kér a PC-ből. Na és akkor ez, amit most mondott, ez adott értelmet annak is, amit az európai biztonsági helyzettel kapcsolatban elmondtunk, de arra nem kaptunk választ, hogy kiből áll az iszlám állam vezérkara, és oké, a harcosok egyik része meghal, a másik része elindul. Könnyű célpontok ellen fog indulni, de mi lesz a vezérkarral, és ki a vezérkar egyáltalán? Vezérkar jól is, az Al-Qaida veteránokból áll egyébként, akit, hogy kinőtték magukat kvázi. Ugye Osama Bin Laden halála után, akinek nem kérdőjelezhették meg a tekintélyét, de hát utána ez lehetséges, mert ugye hát tehát ugye ott van egy viszonylag jól képzett, úgymond, vezérkar, amelyik persze nem annyira uralja a helyzetet, mint Osama Bin Laden uralta, mert egymással is vetélkednek. Ezek maradni fognak, valahol elrejtőznek, feltétlenül nem az iszlám állam területén, hanem elmennek valamelyik olyan arab országba. Hát, látok, hogy Osama Bin Laden is évekig tudott rejtőzködni az orrunk előtt igazából. Ugye vannak olyan helyek a világban, ahol ami nincs az orrunk előtt, és azért nagyon jól meg lehet ott élni. Tehát nem kell őket idézőbe félteni, hogy nem lesz hely nekik a világon, sajnos lesz. És hát nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezeket a rejtekhelyeket minél hamarabb földerítsük és megsemmisítsük. De hát az igaz, amit a Gyuri mondott. Ugye főleg azért problémás a dolog, mert amíg az Európából az iszlám államba ment terroristák az iszlám államban gyilkolgatnak, bocsánatot kérek, ami nagyon csúnya dolog, hogy azért nekünk az még mindig kevésbé probléma, mint amikor ezek az emberek, akik egyébként saját állampolgáraink, vissza fognak jönni Oroszországból, ha jól mondják az oroszok, kb. 3,500 ember ment el az iszlám államba. És ez csak Oroszország. Ugye hasonló nagyságrendeket tudunk, hogy egyes európai országokról, és az Európai Unió területéről hát több ezer ember ment el, ha ennek a fele meg is hal, a másik fele visszajön. És hát EU-s állampolgárokról beszélünk. Ebből a szempontból egyébként mi a trend? Mert ugye most pénteken kaptak erőszkénél egy francia és egy belga fiatal lányt, akik Szíriába igyekeztek az iszlám államhoz. Tehát ez még a trend, hogy kifelé mennek, vagy most már inkább a visszafelé szivárgásról beszélünk? Én azt mondom, hogy a kettő együttesen jelentkezik. Tehát mennek is ki, és jönnek is vissza. Az iszlám államnál soha nem beszélünk arról, hogy milyen szerepe volt az amerikai-iraki háborúnak. Hogy az Egyesült Államok pillanatok alatt győz, és szabadon engedi az iraki tisztikart, akik szuniták, holott a korábbi amerikai vezetés megígérte, hogy ezek mostantól megkapják a fizetésüket. Abban néhány hónapban, amíg fizetést kaptak, nem volt iszlám állam. Ahogy nem kapták meg, pillanatok alatt a kiválóan képzett szovjet, amerikai, francia
brit akadémiákat végzett irakiak már az iszlám állam oldalán voltak, kiválóan fölkészülve, a terepet tökéletesen ismerve, és tetszik vagy nem tetszik, ők lettek az iszlám állam alapjai. Visszatérve még egy pillanat erejéig ahhoz, hogy most elkaptak megint két lányt, amikor kifelé mennek ezek az emberek, és mondjuk elkapják őket, akkor mi alapján ítélik el? Tehát ez is terrorizmus már? Mert ez gyakorlatilag nevezhető a terrorizmus előkészületének. Hát előkészületek, ugye az, mint mondtam, ez büntetendő, csak nem tudjuk, hogy mi nagyon sok esetben nem tudjuk ezt bizonyítani, hogy ez így van. Egyébként azért, ha a trendeket nézzük, hogy az iszlám államnak az utánpótlása elkezd elfogyni, tehát inkább visszajönnek az emberek onnan, mint mennek. Sajnos egyébként az nem jó, ha mennek, de még mindig jobb, ha mennek, mint hogyha jönnek. De hát most már nem ez a luxus helyzet áll fönn, hogy mennek. Sokkal nagyságrendel többen jönnek, mint amennyien mennek. Ugye látják ők is, hogy az iszlám állam azért viszonylag gyorsan véget fog érni ebben a jelenlegi formájában, és megpróbálják elhelyezkedni azokon a területeken, ahol az iszlám állam utáni helyzetben úgymond hasznosak lehetnek. Valószínűleg egyébként központi utasítás. Tehát ez nem úgy van, hogy most valaki meggondolja magát, és akkor visszajön, és letelepszik, mint tudom én, Dél-Franciaországból. Valószínűleg ezt elosztják az iszlám állam vezető, hogy ki hova menjen, és hát akkor ilyen alvósejtek képződnek, amik bármikor fölébreszthetőek. Gyorsan véget fog érni az iszlám állam, ezt mindketten elmondták többször is, ebben egyetértés van, de hogyan, tehát kell-e még haderőnövelés, akár az amerikaiak, akár az oroszok részéről, hogyan fog ehhez az egész kérdéshez Donald Trump állni, ez befolyásol-e még valamit egyáltalán ezzel kapcsolatban? Persze, hát a Donald Trump, tetszik vagy nem tetszik, a világ meghatározó embere. Az Egyesült Államok 45. elnöke lesz péntektől. A Donald Trump alapja az, hogy ő az iszlám államot meg akarja semmisíteni. Kérdés, hogyan? Akar-e oda amerikai erőket küldeni? Véleményem szerint nem. Kiképzőket igen, harcoló alakulatokat valószínűleg nem. Együtt akar-e működni az oroszokkal? A mai tudásunk alapján igen. Mi fog ebből kijönni? Meglátjuk. Én mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy itt valami történjen, és itt nem biztos, hogy egyetértünk, ahhoz Moszkvának és Washingtonnak le kell ülni. Rengeteg a közös pont. Mondok néhányat. Irak, Szíria, iszlám állam, embargó, Krím, Donbass, csak a pontokat soroltam, ahol valamilyen megállapodás kell. Én körülbelül el tudom mondani, melyik félnek mi az érdekszférája, mi a célja. De hogy ez lesz a megállapodás, ezt nyilván előre ember nem tudja. Mondjuk a dolog úgy kéne kezdődni, hogy az oroszok elkezdenek igazán harcolni az iszlám állam ellen, ahelyett, hogy az aszlád ellenzék ellen harcolnak, mert eddig ugye nem jeleskedtek az iszlám állam elleni harcban. De igen, én azt gondolom, hogy hiba volt az oroszokat ilyen mértékben beengedni Szíriába, de most már ott vannak, tehát most már hiába sajnálkozunk azon, hogy nem kellett volna, együtt kell velük működni. Én azt gondolom, hogy Szíriában ez sokkal könnyebb lesz, mert Szíriában van közös érdek és közös ellenség. Ukrajnában sokkal nehezebb lesz egyébként, mert ott nincsen igazából közös érdek és közös ellenség. Meglátjuk, hogy ez hogyan működik. Én attól tartok, hogy ez, ha nem is mézes hetek, de mézes hónapok lesznek, és utána hát visszatér az a helyzet, amikor hát az amerikai meg az orosz érdekek ütköznek, ami nem jó nekünk, tehát én nem szeretem Putyint meg a diktátorokat, de hát Putyin rendszere még mindig szimpatikusabb, mint a szaudi rendszer, és mégis Szaud-Arábia a legközelebbi szövetségeseink közé tartozik. Tehát időnként együtt kell működni, csak nem látom, hogy hogyan félek tőle, hogy Putyin túltolja a biciklit, ha szabad ilyet mondanom. Egy megjegyzés, van egy tájföldi közmondás, amelyik azt mondja, hogyha az elefántok szeretkeznek, pusztul a fű, de ha az elefántok harcolnak, akkor is pusztul a fű. Tehát meglátjuk, hogy mi fog lenni Trump és Putyin között. És ez is a végszó a mai adásban. Nyilván okosabbak leszünk január 20-a, tehát Donald Trump beiktatása után, és meglátjuk, hogy mennyi ideje van még hátra az iszlám államnak, és biztosan folytatjuk ezt a beszélgetést is, mert az európai terrorizmusban is várhatóak majd újabb felvonások még ebben az évben. Gyarmati István és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőknek köszönöm, hogy itt voltak velünk, és megosztották velünk a gondolataikat. Én most munkatársaim Szőlős Éva és Szabó Péter, valamint a szerkesztő Kakukkel Tamás nevében is búcsúzom. Adásunkat hamarosan a mediaclick.hu-n visszahallgathatják. Törőcsik Zsoltot hallották, viszont hallásra.